A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Vizut látják. Mai műsorunkban három intézményvezetőt ismerhetnek meg egy kicsit jobban. Ugye az előző műsorainkból is láthatták már, hogy intézményvezetők már fordultak meg nálunk gyakran, és nagyon sokszor csak híradásokból találkozunk velük, híradásokból hallunk róluk információt, úgyhogy most azt szeretném, hogy őket is jobban egy kicsit megismerjük. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Horváth Adriánt, a Vörös Marti Mihály könyvtár igazgatóját elsőként. Köszönöm a meghívást. Én is örülök, hogy itt vagy. Itt van velünk Horváth József, a Vasvári Pál gimnázium igazgatója is. Én is köszönöm, üdvözlöm a nézőket is. És Pokrovenszky Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója is itt van velünk. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm én is a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, főleg azért is, mert az elmúlt időszakban nagyon sokat lehet hallani az iskolákról, például az iskoláról, a múzeumról és a könyvtárról, hogy mennyi mindenen átestetek ugye az elmúlt időszakban, mennyi fejlődés van, mennyi változás van. Úgyhogy egy picit majd erről is fogunk beszélgetni, de még mielőtt ebbe belemegyünk, szerintem egy kicsit mutassuk be azokat a területeket, ahol ti dolgoztok. Most még nem megyünk ilyen életutakba bele, csak az, hogy tudják a nézők azt, hogy mondjuk a Vasvári Pál gimnáziumban milyen munka, milyen tevékenység folyik, mondjuk szerintem olyan nagyon nem kell bemutatni, de azért egy picit beszéljünk az iskoláról. A város egyik, hát most nem szeretném minősíteni, de tényleg az egyik legjobb iskolájáról van szó, sőt, hogyha jól tudom, akkor néhány évvel ezelőtt már átvett egy olyan szerepet is, hogy az ország 100 legjobbja közé is tartozik. Most nem tudom pontosan hányadik helyen van, mert mindig más számok vannak, de egy nagyon jó hírű iskoláról van szó, és most beszélgettünk pont adásunk előtt arról, hogy 8-szoros túljelentkezés van, ugye, amikor a 6-osztályosba próbálnak jelentkezni a diákok. Hát az iskolánk tényleg most a legkeresettebb évek óta a városban. Az, hogy ki miben jó, szerintem ez nehéz eldönteni, és különböző ranglisták vannak tényleg. Persze büszkék vagyunk arra, hogy most minket sorolnak általában előrébb. Egyébként 50-en belül vagyunk most már, ami számomra is meglepetés, mert én azt gondoltam, hogy valahol ott a 70-80 hely körül az ideális, amikor még nem kell feladni semmit, és nem, hál' Isten, nem is adtunk fel azokból az elvekből, ahogy építkeztünk itt az évek alatt az iskolában. Tehát mi azt mondom, hogy tudás és diák központú iskolát próbálunk működtetni, összerakni, ami abból áll, hogy fölkészítjük a hozzánk járókat arra, hogy hiszen egy gimnáziumnak az a feladata, hogy tovább tanulásra készítse föl a diákét, ehhez maximálisan szerintem eleget teszünk, nagyon jók a ilyen irányú eredményeink, tehát a államilag finanszírozott helyekre első, legfeljebb második helyeken kerülnek be a diákjaink, a nagyon jó keresett egyetemekre magas pontszámokkal, de emellett mi azt valljuk, hogy ez egy olyan időszak, amikor nagyon sok fejlődésen megy át a gyerekből ifjú felnőtté váló tanulónk. Ehhez nem csak a tanórák szükségesek, hanem nagyon sok minden, nagyon sok élmény, nagyon sok program, amiket próbálunk kínálni, és ebben szerencsére nagyon jó partnerünk, például a diákönkormányzat, a szülők támogatása megvan hozzá, és valószínűleg ennek a munkának az eredménye, hogy idáig jutottunk. Ugye mi egyébként 13 évestől 19 éves korosztállyal foglalkozunk, hiszen a 6-osztályos képzésre oda a 7. évfolyammal kerülnek be a diákok, a 4 évfolyamos képzés a 9. évfolyamra. Tehát elég vegyes a kép, de amikor ezt elindítottuk még a 90-es évek elején, bennünk is volt egy kis feszültség, hogy hát a
az a visszalépés a korosztályban az majd hogy hat az iskola életére, de szerencsére az első osztály ezt olyan jól vette ezt az akadályt, és olyan jól illeszkedett bele az iskolai közösségbe, hogy ezzel megalapozták azt, hogy abszolút nincs semmi feszültség, illetve az a gólyatábor, amit mi minden évben megrendezünk a iskola kezdés előtt, ahol a kezdőosztályok és a végzős patronáló osztályok vannak együtt. Ők annyira összebarátkoznak, hogy utána ez a kapcsolat végig megmarad. A nagyok mindig segítik a kicsiket az ő feladataikban, a kicsik pedig mindig ott vannak a nagyok, mert akár a szallagavatós műsorukban is szerepet vállalnak. Tehát ez egy nagyon jó hangulatú iskola légkört hozott létre, és talán ezek összessége az, amivel jól működik a vasvári. Most, hogyha személyeskedhetek egy kicsit, az én gyermekem is pont ilyen út előtt állt, és pontosan ezért mondtunk le arról, hogy most ő is elmenjen hatosztályos gimnáziumba, mert hogy annyira sokan jelentkeznek, de őtől is tudom azt, meg a kis társaitól, hogy tényleg annyira jó hangulat az, ami nem csak az, hogy jó a hírneve az iskolánk, hanem hogy nagyon jó a hangulat az iskolában, és hát az igazgató személyét is dicsérik. Azért azt hozzáteszem. Tehát én nagyon szeretek a diákok között lenni. Szinte ismerek mindenkit. Látásból biztos, de legtöbb diákomnak a nevét is tudom, és én ha folyoson végig, akkor mindig leállok, egy-két szót váltok velük, a programokon mindig ott vagyok, versenyeken próbálom hátulról drukkolva támogatni őket, illetve egy nagyon jó a kapcsolatot tud az létrehozni, hogy én 90 óta minden nyáron szervezek egy vándortábort, amiben most is 70-en fogunk menni a Börzsönybe, és ott szabad körülmények között vagyunk együtt tanárok, diákok, és ez a kapcsolat, ami ott kialakul közöttünk, az végigkíséri az egész tanévet. És egyébként, akik innen tovább jutnak egyetemre, főiskolára, azt lehet tudni, hogy nagyjából milyen orientáltságúak? Tehát, hogy a nagyon tanárképzés vegyes. Az ugye nagyon sokáig. Ugye a nálunk való képzések azok zöme nyelv alapú, tehát van két angolos osztályunk, régi nevén tagozat, most emelt szintű képzésnek hívják, és egy német emelt szintű képzésünk. Emellett van egy ilyen hibrid osztály, aminek az egyik fele matematikából emelt óraszámú, a másik pedig biológiából és kémiából, tehát ez az osztály inkább a mérnöki, orvosi pályákra menőket segíti. De a nyelv az igazán most már csak eszköz. Tehát nagyon ritka, hogy valaki nyelvszakon tanul tovább, hanem itt a iskolában tényleg megszerzik azt a magas szintű nyelvi tudást, amivel belépve az egyetemre, akármilyen szakra, egyébként nagyon most folyamatosan nő a mérnök pályák felé menő, és ez nem csak abból a említett osztályból, hanem a nyelvi osztályokból is nagyon sokan mérnöki pályára mennek, közgazdasági pálya népszerű, de orvosi pálya, nem tudom, tehát nagyon széles a spektrum a továbbtanulásnak, és a nyelvet, mint eszközt viszik magukkal, hiszen belépve az egyetemre, ott elvárják tőlük, hogy szakirodalmat olvassa, néha ezen kell prezentálni, és itt tovább. Tehát mi próbáljuk is egyébként azokat a technikákat is még fejleszteni náluk, tehát például a prezentációs technikát, ami szükséges ahhoz, hogy majd eredményesek legyenek a felsőoktatásban is. És hál' Isten jók a visszajelzéseink. Beszéljünk egy kicsit akkor a könyvtárról is. Szerintem a te személyedben most, hogy új igazgatója lett nemrégiben a Vörösmarty Mihály könyvtárnak, talán egy új lendületet is hoztál. Erősíts meg ebben, kérlek. Szerintem nagyon sok jó változás vár a könyvtárra, de egy picit beszéljünk most magáról a könyvtárról, az, amiben most te élsz, az milyen, hogy látod? Igazából mi vagyunk az iskola utáni időszak. Tehát, hogyha végeznek, akár hogyha a Bartók teret nézem, akár a központi épületet, akár a széneteret, akár a többi tagkönyvtárat, hogyha vége az iskola, akkor érezhető egy roham, hogy jönnek a diákok hozzánk.
Úgyhogy így tudnék csatlakozni, hogy mi vagyunk a délutáni elfoglaltság, illetve a hétvégi elfoglaltság is. Most egyébként a könyvtár egy ilyen nagyon, nagyon éli a tavaszi megújulást, tehát hogy nagyon sok dolgot elkezdtünk, aminek nyáron, illetve ősszel lesz majd a kivirágzása. És tulajdonképpen ezek a háttérfolyamatok, akár egy ünnepi könyvhétre való készülés, akár egy technikai megújulás, ami mondjuk a honlapunkat érinti, egy olyan felkészülést igényel, ami nagyon, nagyon aktív figyelmet kér. De mindemellett ugyanúgy vannak programjaink, ugyanúgy a középiskolások, az általános iskolások felé szervezünk olyan elfoglaltságokat, ami inkább visszanyúlik a gyökerekhez. Tehát amellett, hogy én nagyon szeretem a technikát, a technikai megújulást és a digitális dolgokat, nagyon fontosnak tartom azt, hogy nyúljunk vissza a könyvtárnak az alapfunkciójáig, amiben egyedülállóak vagyunk, és ez az olvasás és a könyvek. Tehát máshol nem lehet 650 ezer könyv között böngészni, a megyében csak nálunk. És ezt igyekszünk kihasználni, és akkor erre nőnek ki egyre másra az olvasóklubok. Például most középiskolásoknak indítunk egyet, az első könyv, amiről beszélgetni fognak, az Leiner Laura kötetei lesznek, szóval próbáljuk úgy megszólítani azt a korosztályt, ami lehet, hogy egy nagyon viruló, nagyon mozgékony, egy nagyon életerős korosztály a középiskolás és az általános iskolának a vége, akinek szüksége van arra, hogy egy kicsit kis útmutatást kapjon a könyvek által. Úgyhogy nekünk ez lenne a missziónk, amifelé így markánsan elindultunk, illetve hát az lenne a célunk, hogy tényleg ott legyünk minden Fejér megyének a táskájában, akár úgy, hogy egy könyvet visz magával, és akkor olvas mondjuk a buszon, vagy a vonaton. Ugye tudjuk, hogy Fehérváron nagyon sok az ingázó. Az a munka utáni kikapcsolódás, amit egy könyv nyújt, egy kiszakadás, azt mi nagyon, nagyon tudjuk adni. És akár az, hogyha online nézik meg mondjuk a programjainkat, mert hogy elindultunk egy olyan irányba is, hogy elkezdtük felvenni azokat az író-olvasó találkozókat, amiről úgy gondoljuk, hogy nagyobb nézettségre vagy nagyobb érdeklődésre tarthat számot. És ugye tudjuk, hogy Fehérváron nagyon-nagyon sok program van. És hogyha megnézünk egy szombati napot, vagy akár a szerda nagyon erős, akkor ne kelljen választani az embereknek a között, hogy most hozzánk jön el, vagy a város túlsó felére. Így, hogy megpróbáljuk közvetíteni a YouTube csatornán, a honlapunkon ezeket az eseményeket. Ezzel úgy gondolom, hogy minél több, szélesebb réteg felé tudunk nyitni, és tudunk egy olyan szórakozási, elmélyülési, meg egy ilyen aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosítani, amire a mindennapi rohanó világban nagyon nagy szüksége van az embereknek. Ezért mondtam, hogy új lendület jön most talán, mert hogy azért ezt jó hallani, hogy nagyon sok újítást csináltok úgy, hogy mondjuk a mai technológia, technikák segítségével, de közben mégis maradni annál, hogy az olvasást erőltessük. Ugye most már van okos könyvtár nálatok, akkor most a webarchívumon dolgoztok jelentősen, de egyébként mennyire jellemző az, hogy a gyerekek nem azért mennek mondjuk a könyvtárba, mert egy kötelező olvasmányt kell kivenni? Egyre inkább. Például nagyon jó példa erre a társasjáték. Tehát évvégén volt egy olyan programunk, hogy advent keretében megvásárolható volt nálunk a kötészetünkön a kollégák által kézzel készített napló, ami akár egy olvasmánynapló lehet, akár receptgyűjtemény, bármi. Mi ezeket kínáltuk, és támogatójegyre értékesítettük őket, és az ebből jövő összeget megjelöltük, hogy kimondottan társas játékra szeretnénk fordítani. És egyrészt elkeltek ezek a kuriózumok, ezek a kis könyvecskék, másrészt viszont keresték, hogy fú, akkor ezt a társas játékra szeretnénk. És nem sokára indul majd a társasjáték kölcsönző szolgáltatásunk is, tehát most per pillanat még csak helyben lehet ezeket a társasokat igénybe venni, de nem sokára már haza is lehet őket vinni, illetve nem csak az olvasásról szól
a könyvtár, hanem nyitottunk egy társadalmi felelősségvállalás témában egy nagyon markánsat. Nem sokára vendégünk lesz egy lovasterapeuta, egy coach, aki az önkontrollról fog, illetve a lovasterápiáról fog beszélni a Tolnai utcai könyvtárunkban. Mentálhigiéni és foglalkozások, illetve beszélgetések vannak a Budai úton. Már az őszi szezonban volt egy kísérletünk arra, hogy Gyesen lévő édesanyáknak beszélgetős klubot nyitottunk. Ugye a kismamáknak nagyon fontos az, hogy felnőtt beszélgetéseik legyenek, hogy nem mindig csak a gyerekről szóljon, és mondjuk meg tudják osztani a tapasztalataikat, a kérdéseiket, a kételjeiket egymással, egymás között egy nagyon kényelmes, biztonságos helyszínen, de teljesen a másik véglet is jellemző ránk, úgyhogy Budai úton szombatonként szerepjátékklubunk van. Uh-huh. Úgyhogy a könyvtár egyrészt a könyv, másrészt azért kitekintünk a zene világába, kitekintünk más médiumok világába. Ugye van zenei részlegünk is, tehát ugyanúgy a könyvtárba kell jönni, hogyha ez irányba is szeretne valaki. Még egy próbálok rövid kérdést tenni, hogy most már Krisztiántól is tudjak kérdezni, de az nagyon érdekel, hogy ugye mi voltunk együtt Topolében egy delegációban, volt szerencsénk részt venni és néhány napot együtt tölteni, és ott hát amikor megálltunk a könyvtár épülete előtt, akkor azt láttam azt az arcot, hogy Úristen. És hogy tudom, meg beszéltük is már többször is, hogy azért nálunk is azért felújításra szorulna ugye a könyvtár, hogy ez ügyben esetleg milyen hírekkel tud szolgálni, hogy milyen változások lehetnek itt majd, ami a jövőt illeti. Lesznek. Az Oskola utcai épületünknek a homlokzatára kaptunk egy nagyobb támogatást, úgyhogy valószínűleg ez meg fog valósulni. Bartók Béla téri épületnek a villamos hálózata kerül majd felújításra, ami nagyon időszerű volt, illetve kisebb változások, illetve nagyobbak is várhatók. Az olvasótermet szeretnénk egy kicsit átalakítani, szeretnénk egy úgynevezett ilyen coworking teret létrehozni belőle, egy osztott tér lenne, ugyanúgy megmaradna a platinás belső tér a rendezvényeinkkel, viszont elmozdulnánk egy információ átadás, egy adatbázisokra épülő, egy folyóiratokra épülő, egy a munkát támogató és a dolgozó aktív korosztály bevonzására egy lépéssel. Úgyhogy ott várhatók ilyen nagyobb felújítások, újítások. Krisztiánéknál pedig a Szent István Király Múzeumban most egy jelentős átalakulás történt meg, ugye? De innen is kapcsolódhatunk ugye az iskolákhoz, mert hogy azért nálatok is vannak akár múzeumpedagógiai foglalkozások, tehát valahol így mindig kötődtök ti is így az iskolás korosztályhoz, de azért nagyon komoly és jelentős kiállításaitok is vannak, voltak és lesznek is. Picit mutass be úgy az intézményt, nagyon sok kiállítóhelyetek van, és hát tényleg egy nagyon régi rendház épületről beszélünk, 1740-es évek, ha jól tudom, körül már ugye rendház volt ez az épület, és már mint most a főutcai épületre gondolok, igen, de hát nagyon sok kiállítóhely van, és nagyon sokat kell ezzel foglalkozni, hogy tényleg mindenhol minden működjön. Ez így igaz, 14 kiállítóhelyünk van összesen. Gyakorlatilag a hetet-hét játékmúzeumtól a Gorzium régészeti parkon át a rendház főépületünkig, vagy akár a Fekete Sas Patika múzeumig, de említhetném a Nemzeti Emlékhelyet, vagy ugye a nemrég átadott Nemzeti Emlékhely látogatóközpontot. Nagyon sokrétű és gyakorlatilag még egymástól is egy picit eltérő módon működő kiáltóhelyeink vannak. Nagyon nehéz is igen összehangolni, összefogni ennek a sok kiáltóhelynek a működését. Ugye a könyvtárral is van közös épületünk, ugye a Csók István képtár, ahol most is egy nagyszabású kiállítás van, és ezúton is szeretném megköszönni a türelmeteket, hogy végig éltétek a kiállításnak a építését. Egy picit ugye ott össze kellett hangolni a könyvtárba járó közönséget is a kiállítás építő csapattal, de úgy gondolom a végeredmény azért megérte. És
Ez ugye a felszín, amit úgy látnak a látogatók, illetve említetted ugye a múzeum pedagógiát, ott egy picit talán a könyvtár és a iskola közé helyezném magunkat, hogy ott már az iskola időben jönnek hozzánk ugye a diákok, a tanárok segítségével, vagy kíséretében, és a múzeum pedagógusaink már ott foglalkoznak velük, mielőtt könyvtárba mennek, és gyakorlatilag ott már kapnak egy olyan élményt, de egy kis rejtett tudást, mert ugye mindig az a lényeg, hogy egy élménnyel távozzanak, és akkor néhány dolgot meg is jegyeznek. Nem kötelező jelleggel kell megtanulniuk egy száraz anyagot. A múzeum pedagógusaink nagyon sokrétű foglalkozást tartanak már a óvodás kortól tulajdonképpen, ez főleg ugye a Hetetétjáték Múzeumban, de egyéb keltóhelyeinken is, a nagyobb, akár középiskolás korosztályok, de egyébként andragógiai, tehát felnőtt foglalkozásaink is vannak. Most nemrég egyébként a négykezesked foglalkozáson például nyuszit varhattak, hát főként ott az idősebb korosztály, de igazából bárki számára nyitott. És hát ezen belül ugye van egy olyan muzeológusi szakmunka, amit már kevesen látnak. Ugye a végeredmény az látható, mert vagy egy kiállítás, vagy egy előadás, vagy egy olyan program, amit viszont komoly kutatómunka előz meg. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a múzeumok mindig hitelesnek kell lenni, tehát hogy mi nem foglalkozhatunk olyan dologgal, hiába foglalkozunk nálunk is a zenétől kezdve a versen át, egy-egy játékos foglalkozáson hát szinte minden megjelenik, mert kell, hogy szórakoztassunk, viszont kell, hogy mögötte egy tudományos háttér álljon, és ugye ebből látnak kevesebbet az emberek. Mindig kérdezték tőlünk is, hogy pandémia, hát ugyan mit csinál egy muzeológus, hogy akkor nincs semmi dolgunk. Hát azért ez nem teljesen igaz. Egyébként a Zakó se téveztem meg senkit, és most épp egy ásatásról csöppentem ide. Ugye a Nemzeti Emlékhelyen is folyik egy feltárás jelenleg. Annak az anyagát nyilván, tehát ásatások anyagát is fel kell dolgozni, de ugyanúgy történészeink is a raktárrendezéssel foglalkoznak, leltározással, revízióval, feldolgoznak egy-egy anyagot, annak a történetét, ugye több éves kutatások is kapcsolódhatnak egy-egy lelet együtteshez, bármilyen szakterületet nézek, akár képzőművészetet, néprajzot, régészetről is beszéltem az előbb, tehát ez nagyon-nagyon sokrétű, és ehhez hozzátartozik a közönség kapcsolati rész is, és ezt kell valahogy összehangolni, hogy megfelelően működjen. Most elég sok mindent felsoroltál, de színház is volt már a múzeumban. Volt egy színház is, igen, tehát ez egy új kezdeményezés, vagy új próbálkozás, ugye Matusz Jánosnak köszönhetően egy baráti beszélgetésből indult, és poénból megkérdezte, hogy nem, tehát megkérdeztük egymást, nem is tudom, hogy kivetette fel igazából, de azt hiszem, én mondtam neki, hogy nem akarsz nálunk dolgozni, nagyon jó ötleteid vannak, és akkor ő átjut hozzánk, és gyakorlatilag most van egy művészeti intendánsunk, aki ugye Florálián is ő rendezi a tavasz köszönő ünnepen az aktuális színházi előadást, de ugye tavaly egy kísérleti jelleggel a régész színházat indítottuk el, aminek pont a főépületünk ad otthont, ami egy ilyen kis romantikus hangulatot kölcsönöz, a díszudvar ennek a előadás. Ez kimondottan oda készült, hogy a Keller Jánosra épült az egész színdarab, ugye Schliemann, ugye őt általában mindenki ismer, nyilván egy hívó név kellett, hogy azért bejöjjenek az emberek, és hát szinte teltházas, csak teltházas előadásaink voltak, és olyannyira sikeres volt, hogy már több felkérés is érkezett, hogy más intézmények megveszik ezt az előadást. Egyébként nemrég a Vigadóban volt teltházas előadással szintén ez a darab, úgyhogy nagy siker előtt állunk, úgy tűnik. És lesz még egyébként ilyen? Lesz, igen, szeretnénk folytatni, de ez a Schliemann is olyan nagy siker volt, hogy lehet, hogy idén még ezt gyúrjuk egy picit, amennyire lehet, meg ahogy mondtam, több városon kívüli intézménynél is látható lesz majd, de vannak terveink a jövőre nézve is, a Jánosa természetesen, tehát ő elém le is tett egy 4-5 éves tervet már az asztalomra, úgyhogy ő igen komolyan foglalkozik ezzel, és nagyon szép reményeket táplálunk iránta. Az előbb említetted a régészetet, ugye az egy jelentős tevékenység nálatok, és hogy ha már most a városban azért itt-ott vannak ilyen ásatások, egy picit tudsz-e most mesélni erről valami újdonságot? Tudom, hogy nálunk talán ma lesz híradóban egy hír, ami fontos, de hogy erről valamit lehet-e tudni itt a Nemzeti Emlékhelyen, hogy mire bukkantatok, mi az, amit most pártok ettől az ásatástól?
Lehet, és el is árulhatok már néhány kulisszatitkot. Félig már sikeres volt a feltárás, azért mondom, hogy félig, majd mindjárt kiderül, hogy miért mondom. Azt tudni kell, hogy ez a ásadás is igazából egy baráti beszélgetésből indult. Van nekünk egy nagyon jó dendrokronológus, vagy dendrokronológiával foglalkozó ismerősünk, a Horváth Emil, aki már nagyon sokat segítette a múzeumban, és a Jókai utcai feltárásnál is ő is többek között vizsgálta azokat a falleleteket, ami egy kicsit megreformálta itt az egész várossal kapcsolatos védműrendszernek a időbeli elhelyezkedését. Nagyon röviden a tatájárás után gondolták, hogy kiépült a kővárosfal, de ezáltal sikerült bebizonyítani, hogy most nem megyek bele az egyéb részletekbe, de a lényeg, hogy sikerült bebizonyítani, hogy már a 11. században kővárosfal vehette körbe Székesfehérvárt, és egy nagyon friss kutatási eredmény, pár éves mindössze, és ezen már külföldi régészeti, komoly régészeti fórumokon is megfordultak a kollégák, komoly publikációk születtek belőle, ez az, amiről ugye kevesebbet tud a nagy közönség nyilván, tehát népszerűsítő előadásokat is próbáltunk nyilván tartani belőle. És akkor az Emil felvetette egy baráti beszélgetés során, hogy hát már ástunk itt, ástunk ott, a nemzeti emlékhely az őt nagyon érdekelné, hogy hát ott mégis ott hogy futott a városfal, és hát ő nézett régi ásatási felvételeket. Egyébként vízügyi mérnökről beszélünk, tehát nem régészről, de nagyon érdeklődik a régészet iránt. És hát mondta, hogy a Kralovánszkinek az ásatásain ő látta, hogy előkerültek az ásatásra, rajzon látszanak ilyen falleletek. Hát ez milyen érdekes lenne, és ő szívesen megvizsgálná, hát ássunk már. Hát egy jó 3 évig győzködött, mire beadtam a derekam. De egyébként nyilván most volt olyan ideális helyzet, hogy el tudtuk ezért. Tavaly év végén vágtunk bele. És pont találtunk egy olyan szakaszt, ami még nem nagyon volt bolygatva korábbi feltárások által. Egyébként pont egy Kralovánszki szelvény mellé sikerült helyezni a mi kis szelvényünket. Ez egy mindössze 4x5 méteres kis szelvény, tehát direkt nem nyitottunk nagyot, hogy kézi erővel, amit tudunk ott elvégezünk. Mindössze harmad magammal csináljuk az egész feltárást. És ugye, hogy ilyen fa leleteket akartunk keresni az egykori városfal nyomvonalába, hogy képet kapjunk arról, hogy a bazilika környékén mikor kezdhették építeni a városfalat. Mert ugye ez az egyik leglényegesebb kérdés. Egy közeli utcából, a lakatos utcából már van olyan leletünk, ami Szent István korára is helyezhető, de az régészeti szakfelügyelet során jött elő, tehát nem tudjuk annyira pontos helyzetét meghatározni. Ugye a leghitelesebb az a Jókai utcai ásatásokból előkerült falelet, de az valamelyik Szemelső András korára tehető, tehát az is még 11. század. És most pont a napokban, hát múlt hét második felében elértünk egy olyan réteget, amelyben viszony kirajzolódott egy fa szerkezet. Hát annyi szépség hibával, hogy ez a fa már eléggé elmálott, szétment egy picit, de hogy a rajzolata ott volt egy kis faszilánkkal, tehát hogy dendrokronológiára nem lesz alkalmas ez a réteg, de C14-re alkalmas lehet, úgyhogy mi bízunk benne, hogy ilyen természettudományos vizsgálatokkal közelebb juthatunk ahhoz, amit keresünk, és hát a szerkezet az viszont nagyon szépen kirajzolódott. Még van esélye, hogyha lejjebb megyünk, csak ott már fog jönni a talajvíz, körülbelül egy ásonyomnyira vagyunk a talajvíztől, de ott még van esélye, hogy akár mai állapotában is jó fa anyagot találjunk, hát ebbe bízunk nyilván, de már ez is önmagában egy nagy eredmény, hogy ott a Nemzeti Emlékhelynél ezt a szerkezetet megtaláltuk. Ugye ez a alapozása lehet az egykori városfalnak, vagy a városfal belsejénél húzódó fa földsáncnak. Hát ez nyilván még további kutatást igényel, hogy pontosan mi is, amit találtunk, de már most szép reményeket fűzünk hozzá. De jó, és ezt olyan jó lelkesen mondtad. És egyébként, hogyha mondjuk a gyerekeket akarjuk bevonni egy-egy ilyenbe, mert mondjuk én mondjuk, ha gyerekként ilyeneket hallottam volna, biztos oda akartam volna menni, hogy ilyenkor mekkora az érdeklődés, vagy mit tudtok ezzel kezdeni? Nagyon nagy. Egyébként szoktunk olyan programokat is szervezni, amikor egy-egy ásatást látogathatnak meg családostól, gyerekestől, tehát nagyon népszerűek szoktak lenni. Nagyon szeretik például az avartemetőket. Hát több ilyen programunk is volt, sőt, hát épp az egyik kollégámmal ma beszélgettük a Szücsi Frigyessel, hogy ugye Oron pusztán szokott ásni a avartemetőt, és már olyan
túljelentkezések figyelhetők meg az önkéntes programba is, hogy már szinte szelektálni kell, mert már nem bírja el, hogy annyi embert irányítani. Ugye egyszerűen régen az volt, hogy ilyen 5-6-7-8 ember jelentkezett, most meg már vagy ilyen 30-40-50 ember is, sőt azt hiszem a rekord aztán ilyen 80 volt, de körülbelül egy ilyen 20-25-öt tudunk megfelelően kezelni nyilván egy ekkora felületen, tehát nagyon nagy népszerűségnek örvend, nagyon élvezik, és tényleg gyerekek, apukák, anyukák, mindenki imádja, és hát Floráliáról is van egy ilyen érdekes sztori, hogy ott régenben is, meg most is csinálunk ilyen próbaásatásokat, tehát nyilván homokba elrejtünk néhány leletanyagot, és akkor nem is a gyerekek, hanem már az apukák kezdenek el ásni a végén, és már őket nehéz elvinni. Egyébként ez a szakma, ez mennyire felkapott manapság, a régész? Gyakorlatilag én akárkivel találkozok, mindenki azt mondja, hogy régész akart lenni, hogy az most mennyire így van, azt nem tudom megítélni, de nagyon sokan mondják, hogy régész akartam lenni. Bevallom, én se régészként kezdtem, én már felnőttként csináltam meg, ez már harmadik végzettségem, tulajdonképpen harmadik diplomám, a régészet. Változó, néhány éve még 20-30-an is végeztek egyetemi képzés keretében, most úgy tudom, csökkent az aránya, jóval csökkent az aránya, sőt olyan évfolyamot is hallottam, ahol mindössze 4-5-en végeztek, ez évről évre változó. Ugye az utánpótlás nyilván így nehéz megtalálni. Mi olyan szempontból szerencsések vagyunk, hogy szinte nekünk csak fiatal régészünk van egyébként, tehát nagyjából ez a nálam fiatalabb korosztály többnyire a régészeti csapat tagja, illetve ugye még oda tartoznak régésztechnikusok, akik ugye segítik a régész munkáját egyet feltáráson, nekik nem feltétlen a képzettség a lényeg, de lehet tanulni is ilyen irányba is. Félő, hogy az utánpótlás egy idő után elapad vagy elfogy. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő ebbe. Jelenleg meg vagyunk létszámba, és lehet is találni. Az a nagy előnye, hogy nagyon sokakat érdekel, és már csak egy kíváncsiságból is eljönnek és segítenek. És nagyon sok az önkéntes egy-egy ásatáson. Még egy-két ilyen apukás program, és akkor... Igen. Hát a kedvet kapnak. Lassan az én fiam is. De úgy néz ki, hogy akkor akik végeznek, azokat meg ti veszitek fel. Igyekszik. No, egy picit beszéljünk arról, hogy ki hogy csöppen bele abba a munkába, amit most végez. Egy picit akkor most egy röviden végigmegyünk az életutakon, akkor visszatérünk hozzád, József, hogy hát most már nagyon hosszú évtizedek óta ugye az iskola élén állsz, akkor gondolom pedagógusként végeztél. Igen, én eredetileg nem pedagógus akart lenni. Édesanyám mondta mindig, hogy neked pedagógusnak kell lenni. De én akkor azt mondtam, hogy hát nem lenne jó, mert én nem adnék senkinek egyest, és az meg úgy nem, tudom, hogy az úgy nem lehet. És a utolsó pillanatban mégis megváltoztattam, addig a műegyetem felé kacsingattam, és amikor be kellett adni a jelentkezési lapot, ugye nálunk még nem ez a rendszer ment, hanem csak egy egyetemet, meg egy főiskolát lehetett megjelölni a felvételi lapon, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor mégis pedagógus. És tehát mai napig nem bántam meg ezt a választásomat. Szegedre kerültem az egyetemre, én egyébként Vas megyei vagyok, tehát itt az ország másik részébe kerültem, és szerencsére olyan közegbe kerültem ott az egyetemen. Egyrészt a kollégiumi szobatársaim, azok mind évfolyam társaim, és azóta is barátaim voltak, illetve az egész évfolyamunk, éppen múltkor néztük, feleségemmel is egy folyamra jártunk, és együtt járunk ugye az egyetemi találkozókra, hogy mindenki pedagógus pályán van, aki végzett. Tehát senki nem hagyta el a pedagógus pályát. Nagyon sokat beszélgettünk a egyetemistaként, meg ott a kollégiumi szobában, hogy hogyan csinálnánk, amikor, ha ez lenne, az lenne. Tehát mindig ezt tervezgettük. És amikor kikerültünk a pályára, akkor ez nagyon nagy segítség volt, mert tényleg ez egy kicsit felvértezett bennünk, mert a szakmát azt megtanították az egyetemen, a,
a gyerekekkel való bánás, igazán azt a tanítást, a pedagógus mesterséget, az kevésbé. Mi együtt jártunk a matematikusokkal matematikára, a fizikusokkal fizikára, és még kaptunk egy kis pedagógiát, körülbelül ez volt az egyetem akkor. És ez nagyon jó alap volt. Aztán én kezdő tanárként ide kerültem ugye a Vasváriba, ahol egy olyan tanári gárdával találkoztam, akitől rengeteget tanultam. Csak abból, hogy ültem a tanáriba egy lyukas órán, és a román tanár úr, a Sobor tanár úr, Tóth Karcsi bácsi, és Tordai Levente, és itt tovább, tehát ezek a nagy nevek itt Fehérváron sokan ismerik, beszélgettek egymással, és én megfüleltem. És én mai napig azt mondom, hogy ez volt a legnagyobb tanítómester a pályán. Aztán én hamar, tehát 4 év után vezetői beosztásba kerültem, igazgatóhelyettes lettem, akkor nagyon sokáig csináltam, az alatt ugye indítottuk a 6 osztályos képzést, nagyon sok mindent változtattunk, és azóta is számba véve, most ez a 38. év, amit befejezek a pályán, abból 29 évet vagy helyettes, vagy igazgatóként, vezetőként töltöttem. Egy kicsit fáj a szívem, hogy azért a tanítástól a vezetői munka azért elszakít, tehát viszonylag kevés órát tudok tanítani, az felüdülés a hivatali munka mellett. De szeretem a probléma megoldást is, tehát ami meg a vezetői munkában jelentkezik főképp, tehát szeretek tervezgetni, szeretek ez irányba lépegetni, vinni esetleg magammal másokat, tehát ez valahogy így alakult. És ha véletlenül a katedrára lépsz, akkor mit tanítasz? Szeretett tantárgyakat, matematikát és fizikát. És ebből melyik a kedvenc egyébként, vagy mind a kettő? Ugye én nagyon szeretem mind a kettőt. A fizika az ugye érdekesebb, mert az a körülöttünk lévő világ. Úgyhogy abból emelt szintet viszek, tehát direkt olyanokat készítek most már évek óta, akik ezzel akarnak tovább tanulni, de mindig ragaszkodok, hogy matematikát is tudjak, mert az óraszámom nem igazán tenni lehető, hogy mind a két tantárgyamat tanítsam, mert ugye nekünk egy ilyen kötött óraszám van, abban nem férne bele, de én ehhez ragaszkodok, hogy mind a két tárgyam menjen. Adrián, hát néhány éve vagy nálunk, itt Fehérváron is, meg hát ugye a könyvtárban is. Először amikor én legalábbis találkoztam veled, akkor már igazgatóhelyettes voltál, de akkor ez azt jelenti, hogy elég rövid idő alatt sikerült egy ilyen jó pozícióba kerülni, és azt tudom, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárból érkeztél hozzánk, ami viszont elég nagy hírű, és hát ott is egy elég komoly felelősségteljes munkád volt. De még egy picit menjünk vissza, hogy te mindig könyvtáros néni szerettél volna lenni? Nem, én régész. Régész? Én nagyon sokat kalandoztam, mielőtt könyvtáros lettem volna. Történészként végeztem Szegeden. Utána ezt megfejeltem egy informatikus könyvtárossal az ELTE-n, és rá tripláztam a BME egy minőségügyi menedzserrel. Úgyhogy a hármas végzettség az nálam is játszik. A Nemzeti Könyvtár előtt volt még egy nagyon jó könyvtár élményem. Ez a Piarista Központi Könyvtár volt, tehát a Piarista Gyűjteményben voltam könyvtáros. Az egy nagyon meghatározó, az egy nagy muzeális gyűjtemény. Ugye Rákóczi ABC-s könyv és ilyenek, Radnóti dedikált, József Attila dedikált, hallottam Nényei Pált ott órát tartani 11-eseknek, és ilyen markáns jeleni csatya, amikor lejött, és akkor pár dolgot kérdezett. Ilyen markáns élményeim voltak. Utána mentem át az Országos Széchenyi Könyvtárban, ott a kutatási és szervezetfejlesztési osztályon dolgoztam. Digitalizációs kutatást végeztünk, tehát hogy az országban a könyvtárak hogy állnak a digitalizálással. Ez ilyen 2017 környéke volt.
az is nagyon izgalmas volt, és akkor utána jött egy szervezetfejlesztésre való szakosodás. A könyvtáros érában van egy minősített könyvtár cím és egy könyvtári minőségi díjpályázat. Annak voltam az országos koordinátora, keretrendszer, tehát egy minősített keretrendszert készítettünk, abba dolgoztam be. Az is nagyon-nagyon izgalmas volt, de vágytam valami gyakorlatira, és akkor jött Fehérvár, hogy kiírtak egy olyan igazgatóhelyettesi pályázatot, ahová minőségügyi menedzsert kerestek. Én addig soha nem láttam ilyen pályázatot, de úgy gondoltam, hogy akkor ezt nekem meg kell. És én ezt akarom. Ez sikerült, és hát aztán rövid időn belül, tényleg rövid időn belül lettél te igazgató, és hát hoztad a lendületet, amit már mondtam. És ez most milyen, ilyen fiatalon, milyen érzés neked, hogy egy igazgatói cím a tiéd, és milyen felelősség? Hát bejelentkeztem már klónozásra. Ha meg lesz a cím, akkor ezt tudom ajánlani a kollégáknak. Hát hatalmas nagy felelősség természetesen, de hát a kollégák, a humor, meg az eddigi pár év, amit itt töltöttem, az bebizonyította azt, hogy mindent meg tudunk oldani, mert a könyvtáros mindenhez is ért, és mindent is meg tud oldani, de tényleg, szóval nagy felelősség, de nagyon sok öröm. Uh-huh. Egészen pontosan hány könyvtár tartozik hozzátok? Rengeteg. Múltkor egyszer leírtam, de akkor nem mondom. Tényleg sok. És akkor hát fejlődés megy tovább, ugye? Reméljük, hogy így lesz. Én amit látok, meg amit látom a munkatervbe, az hogy igen. Tehát az, hogy tulajdonképpen könyvtáron kívül is 0-24 órában hozzájusson valaki könyvhöz, ezért dolgozunk. Meg azért is, hogy eljöjjenek hozzánk, és szuper foglalkozásokon részt vegyenek, de igen, én azt látom, hogy akár arra gondolok, hogy bízom benne, hogy lesz könyvboxunk, ahol létre tudjuk azt hozni, hogy valaki otthonról foglal egy könyvet, és mondjuk, hogyha este 10-kor akar érte menni, akkor este 10-kor megy érte, és akkor könyvtártól és nyitvatartási időtől függetlenül jut hozzá az olvasnivalóhoz, vagy éppen tudja visszavinni azt, az szerintem ez egy szenzációs dolog. Krisztián, azt beszéltük, hogy ugye nem mindig voltál te sem főigazgatója a múzeumnak, sem régész, egészen más területről érkeztél. Kicsit mesélj, légy szíves erről, mert egy elég érdekes számomra, hogy utána olvastam, hogy lettél te aztán végül is régész. Én mérnöknek készültem, azon belül is rendszermérnöknek, informatikusnak hétköznapi nyelven, de utána rájöttem utolsó évfolyamban, hogy én nem akarok ezzel foglalkozni. És akkor még pár órám volt a főiskolán, és úgy döntöttem, hogy a Dunavárosba végeztem egyébként ezt a szakot, és úgy döntöttem, hogy nem megyek, az én Borsod megyéből származom, egyébként jó messziről kerültem ide. És láttam egy újsághirdetést, hogy ásatásra keresnek munkásokat. És hát szerintem nyári munka, diákmunka, jobb fizetést kínált, mint az átlagos diákmunkák, és akkor hát ezt választottam. Egyébként pont a M6-os autópályaépítés zajlott, ha jól emlékszem, Baracs környékén, igen, aztán előszállásra kerültem még át. És ez akkor még létezett a Fejér megyei múzeumok igazgatósága, ugye a fejérvári szervezet alá tartozott a megye összes múzeuma, tulajdonképpen így röviden és tömören, és a Dunajvárosi Múzeum, az Intercisa Múzeum végezte ezt a feltárást, és én akkor oda kerültem hozzájuk. Hát először talicskáztam, lapátoltam, majd emlékszem, hogy a római kori lelőhelyen ástunk, és rátoltam a talicskát megrakodva egy római kori kemencére. Az akkori régész, a Kovács Loránd Olivér, egyébként a Gorzim régészeti partnak is a vezetője, olyan mérges lett, hogy velem bontatta ki azt a kemencét, és akkor olyan kis finom szerszámokkal, és akkor rájött, hogy hú, hát van valami érzékem hozzá, és akkor rögtön kiemelt a tömegből, és egy
felrakott egy olyan helyre, ahol ilyen tetőcserpeket kellett egy helytartónak a épp a villáját bontogattuk, és akkor másodmagammal mi akkor már ilyen kivételezett helyzetben voltunk a többi munkáshoz képest, de még úgy akkor sem gondoltam, hogy régész leszek, bevallom, de úgy szerettem, meg élveztem csinálni. És akkor véget ért ez a baracsi feltárás, akkor néhány embert átraktak előszállásra, és akkor rosszul mondtam az előbb, mert ezt még a Fehérvári Múzeum csinálta, és akkor az előszállási végezték a dunai városi kollégák, és akkor oda kellett, hogy javaslatot tenni, hogy kik menjenek át, és ott engem is javasoltak, hogy én is menjek oda. És akkor pont egy ilyen átszervezési hullám indult meg itt a múzeumi szervezetekben, létrejött a KÖSZ, ilyen országos szervezetek, emberek vándoroltak el, ugye munkaerő kevés lett, és hát nem maradt régész technikusa, csak egy darab a múzeumi, a megyei múzeumi szervezetnek, és megkérdezték, hogy nem akarok-e régész technikus lenni, akkor egyébként azt hiszem 2 vagy 3 helyen volt épp állásinterjúm, ilyen Pannontól kezdve, hanem itt Fehérváron is voltam a Lidl logisztikai központjában, jól emlékszem, állásinterjún, és akkor valahogy úgy döntöttem, hogy hát akkor leszek régész technikus. Felajánlottak egy szerződést, és akkor itt ragadtam tulajdonképpen. Ebből egy jó másfél évet Dunaújvárosban dolgoztam, rajzoltam tulajdonképpen, ásatási rajzokat készítettem. Volt érzékem a rajzoláshoz, tehát ez nem újdonság volt ilyen szempontból, rajzversenyekre jártam gyerekkoromban is, és akkor így szerettem, amit csinálok, ilyen tusrajzokat kellett készíteni tárgyakról, feltárásokról, nagyon élveztem, de én nem gondoltam akkor még így többet bele. És akkor valahogy nem is tudom, ilyen hirtelen felindulásból én ugye tartottam a kapcsolatot a fehérvári kollégákkal is, így úgy határoztam 2010 környékén, hogy hát én átjövök Székesfehérvárra, mert mégiscsak a megyeszékhely, meg központban van, és úgy több ásatási lehetőség, és én terepen szerettem lenni minél többet. És sikerült is átjönnöm, és a sors fintor, hogy következő évbeszét is választották ezt az intézményi rendszert, tehát akkor került Székesfehérvár városához a Szent István Király Múzeum, része az Intercizó Múzeum, meg nyilván Dunaújvároshoz, tehát kicsit már se tudtam volna jönni ilyen könnyen. És akkor szép lassan tényleg a segédmunkástól a régész technikuson át lépkedtem fel, tehát én informatikussal lettem az intézménynek. Ja, meg igen, akkor hogy kössem össze az informatikát a régészettel, és akkor egy kollégám javasolt, hogy próbáljunk ki a térinformatikát, mert akkor ugye a régészeti feltárásoknak tulajdonképpen a térképészeti részével kell foglalkozni, és akkor az is nagyon megtetszett, itt a Geónál is végeztem gyorsan, és akkor térinformatikusa lettem a múzeumnak, és akkor döbbentem meg, hogy hát már akkor azért elég előre haladott technológiák voltak, és itt még mindig úgy alkalmazták ezeket a rajzokat, hogy lefénymásolták a 10000-es térképeket, filctól bekarikázták, és így ment be a hivatalba, és mondtam, hogy gyerekek, hát mit csináltok? Ez ilyen nincs. És akkor ismertettem meg velük az olyan vektorgrafikus programokat, mint akár a AutoCAD vagy egyéb tervező szoftverek is. Nyilván annak ingyenes változata is voltak, és akkor kezdtünk el vektorosan térképeket kezelni, úgyhogy egy picit ez talán hozzám is kapcsolódik, és akkor utána már nyomtattuk ezeket a térképeket, és koordináta helyesen használtuk ugye az EOV koordináta rendszerbe, és én imádtam is, és ezt csináltam, terepre jártam, ásatásokra jártam, mértem, hát gyakorlatilag mint egy földmérő, csak nem annyira komolyan földmérése foglalkoztam, inkább annak a térinformatikai részével, de később már ásatásokat is tudtam így helyettesként nyilván vezetni, vagy egy ásatásvezető mellett levezényelni, vagy ha több területre volt osztva egy nagyobb feltárás, akkor ott már szakaszokat vittem, és nagyon szeretem így koordinálni, vagy irányítani az embereket, ez egy kicsit furán hangzik, de ez hogy élvezetet töltöttem meg, hogy mindig máshol voltam, hol gép előtt ültem, kis laptoppal szaladgáltam, méregettem, hol bontottam, hol rajzoltam, tehát ez nagyon izgalmas volt, és imádtam, a megye összes települését megjártuk tulajdonképpen. És egyszer csak így azt vettem észre, hogy terepbeli járásokat végeztünk, és akkor az egyik szakdolgozatomnál döbbentem rá, hogy hát nekem még kell egy régész végzettség, mert hogyha én saját projekteket akarok csinálni, akkor nem tudom a nevemre venni a jelen jogszabályi helyzetbe az adott projektet. Például kimegyek egy terepbejárásra,
csak régész kérhet ilyen engedélyt, hogy elmenjen terepbejárást végezni, és akkor kollégák nevébe kellett nekem kijutnom, vagy úgy tudtam kijutni ilyen feladatokra, és mindig más neve alatt ment akkor ez a projekt hivatalosan, és hát mondom, hát ez így nem jó, és akkor hát beadtam végül, már 30 fölött voltam, nem is tudom mennyi, amikor beadtam régészetre, és Szegeden kezdtem, végül történelem szakra jelentkeztem, de aztán gyorsan átjelentkeztem régészetre, mert ugye mégiscsak az legyen, és aztán a mesterképzőt az már Pesten az ELTE-n fejeztem be, közelebb volt egy picit a munka mellett bejárni, úgyhogy én így lettem régész tulajdonképpen, hogy saját nevemre akartam venni projektet, és ez ugye most már sikerült is, és most már én is hivatalos ásatásokat is tudok így végezni. Hát sajnos mióta igazgató vagyok, vagy főigazgató, kevés ilyen lehetőség adódik. Nem is tudom, utoljára, amikor ilyen normális ásatást csináltam, az vagy 3 vagy 4 éve volt. Most tervásatás végzek a Nemzeti Emlékhelyen, ez is úgy, például előző évben 2 hetet dolgoztunk, tehát ahogy előbb is mondtam, hogy egy 3-4-5 összeelvényt nyitottunk, illetve most kezdtük újra, úgyhogy már körülbelül egy hete tart, úgyhogy ez már nagyon sok idő, hogy kimegy, de nyilván a szerencsés kollégák is támogatnak, ha kell, kihozzák az aláírnivalót, vagy ebéd szünetekbe beszéljük meg az aktuális feladatokat, vagy telefonos kapcsolatban vagyunk, és egyébként még a mai nap is például talicskát is toltam, tehát visszatértem egy kicsit a gyökerekhez, de hát ez a szép ebbe a szakmában, és ezt imádom, hogy tényleg ez egy terepi embert kíván, de ugyanakkor annyira kikapcsol, tehát amikor kiszabadulok az irodából, teljesen a fizikai munka része is, de hát ugye akkor gondolkodni is kell, hogy milyen rétegeket ne vágjunk át, vagy hogy dokumentáljuk le. Most már nyilván kipróbálunk új eszközöket, és például most mobiltelefonnal csinálok ilyen háromdimenziós felvételeket a ásatási felszínekről, tehát hogy azért egy picit próbálunk fejlődni és meghaladni, és akkor ez egy kicsit kísérleti jelleg is egyben, még használjuk a hagyományos módszereket is, és nyilván ezeket összevetjük majd, hogy melyik a jobb, vagy tudja egyik kiváltani a másikat, tehát ez is benne van, hát eleve a Nemzeti Emlékhelyen ásni az egykori királyi bazilika környezetében az eleve egy kiváltság, úgyhogy ez önmagában már egy hatalmas élmény, meg hát a múzeumban is, hát ugye azért olyan elődök nyomdokával, hát elég, ha csak Ficienő nevét említem, tehát egy nagyon felelősségteljes és sokrétű feladat. És most ugye volt egy nagyszabású kiállítás, ha most a múzeumhoz visszatérünk, meg hát lesznek is sok minden. Most mi az, ami most a tarsolyotokban van, és amire készültök? Hát több dolog is. Hát most egy picit Kína felé nyitottunk. Ugye januárban nyílt egy nagyszabású kiállításunk, az ókori Kína kincsei, amit ugye a könyvtár segítségével és türelmével tudtunk megvalósítani a Csók István képtárba. De idén elhozzuk egy kicsit az agyakkatonákat is. Az Gorziumba szeretnénk majd bemutatni, illetve hát az ott lévő Florália tavasz közönt ünnepre is nagyon készülünk. És hát folytatódik a remek kapcsolatunk a Hadtörténeti Múzeummal is. 2 kiállításra is készülünk idén, egyik már áprilisban, a másik pedig majd május végén fog nyílni. Na, várjuk akkor ezeket is. Nálatok mi most, ami a következő lépés? Márciusban lesz egy prezentációs vetélkedőnk, ugye ez középiskolásoknak szól, és nyílik egy kiállításunk, Neumann János kiállítás, ez egy vándorkiállítás, ilyen paravánok, ehhez kapcsolódik majd egy játék, fut a 12 hónap 12 zeneszerző, és ezen kívül még apróbb kiállítások mindegyik tagkönyvtárban van, például a textil kiállítás a Tolnaiba. Ilyen apróságok, akkor most nyílik az olvasóklub, amit említettem, a Leiner Laurás. Április 8-án egy felnőtteknek szóló olvasóklub, mindváron második foglalkozással a Szénatéren, ott Vámos Miklóst fogunk olvasni, a Sántakutyát. Ezek hónapról hónapra fognak folytatódni, de ami igazán nagy dolog lesz, az az ünnepi könyvét, ugye ez június 15 előtti hét, illetve egy kicsit kiterjesztjük az utána való hétre. 15-e pedig a könyvheti piknik, amit most egy kicsit az eddigiektől eltérően inkább ilyen összművészeti irányba szeretnénk megvalósítani,
hogy legyen egy kis balett, legyen egy kis zene is a könyvek mellett. Nagyon sokat beszélgessünk olvasásról, arról, hogy ki, hogyan, mit szokott olvasni, és rengeteg író-olvasó találkozó lesz ebbe az egy másfél hétbe. Na, ez is izgalmasan hangzik, és hát tényleg eltér ez is az előzőektől, úgyhogy kíváncsian várjuk. Az iskolában pedig mire készültök mostanság? Gondolom most még tart a tanév, és aztán lesz egy ballagás. Hát igen, a szokásos évvége. Ügymenet az megy, de amellett nálunk most zajlik az élet. Hát egyrészt a költözés az most már napi renden van, ugye, ami nagyon régóta az iskola előtt áll, hiszen volt először egy campus program, ami aztán sajnos sikertelen lett, de most úgy néz ki, hogy most már tényleg hozzányúlnak az épületünkhöz, amire nagyon ráfér az, hogy megújuljon, és ehhez viszont teljesen ki kell költöznünk az épületből, úgyhogy ezt tervezgetjük. Nagy munka lesz, körülbelül 2 tanévre kell elköltöznünk. Az alatt ezt a régi épületünket megújítják teljesen, és az út másik oldalán a fehérváriak tudják, hogy Garas, meg Vesztegzár volt azon a területen, most meg ugye egy ilyen burvás parkolóként használják. Hát azon a területen egy új iskolaépület készül, ami majdnem ugyanakkor alapterületű lesz, mint a mostani épületünk, csak ugye a mostani épületünkben annak egy jó része a laksor például, ahol tanítunk most tanári konyhába, minden szertárban, néha folyosón is óra van, úgyhogy már nagyon ráfér, hogy egyrészt ki tudjunk jönni onnét, és méltó környezetbe kerüljünk. A sport rész az teljesen megváltozik, ebből az épületből kikerül, és csak az új épületben lesz, viszont ott jóval tágasabb, ugye most 700 gyereknek van egy 10x20 méteres tornaterme, tehát ez erre is már megérett a dolog, hogy ez megváltozzon. Tehát ez egy nagy projekt, amit meg kell valósítani. És addig hol lesznek a gyerekek, illetve hol zajlik a tanítás? Hát a régi Tolnai úti iskola, most Bori Jenő általános iskola néven volt legutoljen, de ugye mint általános iskola megszűnt, és a Vasvári Pál általános iskolához kapcsolódik most már, és annak az épületében vannak. És most a Tóparti gimnázium van pillanatnyilag abban az épületben, mert az ő épületüket újítják éppen. Ők nyár elején az érettségük után kiköltöznek, és mi pedig megyünk a helyükre, és ott folytatjuk 2 évig a munkát. Tehát ez egy nagy projekt akkor lesz. Akkor azt is várjuk, de erről majd mi is biztos jól be fogunk számolni, hogy állnak a munkálatok, és biztos akkor reméljük most már egy szép épület, illetve akkor 2 szép épület lesz majd a mi rendelkezésre. Igen, ha tervek megvalósulnak, akkor tényleg azt mondom, hogy ez tényleg 21. századi lesz. Végig együtt dolgoztam a tervezőkkel, akik nagyon pozitívan álltak a dolgokhoz, a kéréseimet beépítették, úgyhogy tényleg reméljük, hogy az egy nagyon jó hely lesz majd. Hát várjuk. Még mielőtt befejeznénk a műsort, egy olyan kérésem van, amit már beszéltünk a műsorunk előtt, hogy van-e olyan kiemelkedően emlékezetes, vagy vicces, vagy kedvenc dolog, amit elárulnátok a munkátok kapcsán. Nem tudom, sikerült-e ezen gondolkodni. Kezdjük talán igazgató úrral. Jó. Akkor Varga Tamás képviselő úr, miniszter helyettes úr, ugye nekem kollégám volt, amikor én is fiatal tanár voltam, ő is fiatal tanár volt, és nálunk van egy olyan rész, ahol 2 terem, egy fallal van el, de van egy ajtó rajta. Tehát igazán, ha valaki nagyon hangosan beszél, akkor az áthallatszik a másik teremben. És én, ha tanítok és úgy belelendülök, akkor én egyébként alapvetően halkan kommunikálok, de a tanítás közben néha elkap a hév, és akkor nagyon hangosan beszélek, és a Tamás oda jött évvégén, és mondta, hogy figyelj,
jövőre is mellét kérem az órát, mert a 9-es matekot ma átvettem, jövőre akkor jön a 10-es. Adri? Amikor igazgató lettem, akkor elhatároztam, hogy ne szakadjak el az olvasóktól végleg. Bevezetem azt, hogy én is vállalok 3 hetente szombatonként olvasószolgálatot. Úgyhogy, és ezt a gyerekkönyvtárban teszem. És 2 héttel ezelőtt volt egy olyan eset, hogy egy 5 éves jött az 5 évesek markáns magabiztosságával, hogy ő kölcsönözni szeretne, de azt elárulja, hogy tönkrement a készszárítónk a gyerekkönyvtárnak a mosdójában. Mondtuk neki, hogy hát tudunk róla, még a gondnok úr nem tudta megcsinálni. Elfordult, visszajött, de ő sok időt töltött ott az apukájával, szinte egy egész délelőttöt, és akkor ugyanazzal a magabiztossággal, de hogy neki 3-szor kellett használni a mosdót, és mind a 3-szor a nadrágjába kellett ezért törölnie a kezét, mert nem szerette volna a törölközőbe, és hogy ez nagy probléma, és hogy minél hamarabb csináljuk meg. Mire mondtam neki, hogy hát én nagyon nehezen tudom rávenni a gondnok urat, hogy ezt megcsinálja, mert rengeteg épületünk van, de mi lenne, hogyha írna neki egy levelet? Azt mondta, hogy írni nem tud, de rajzolni igen. Uh-huh. Úgyhogy hétfőn a gondnok úr megkapta ezt az üzenetet a kislánytól, amin lerajzolta magát, ahogy éppen szárítja a kezét. Ez igen, ez aranyos. Krisztián? Mondogatom, hogy melyik szorít, mondjam el, hogy melyik szalon képesebb. Ugye említettem, hogy sok igazgató konferencia vettem, és arról nem beszéltek. Múzeum igazgatók tudnak élni. Egy közelebbi történetet. Én néha ki szoktam jutni ásatásra, de ez még nem voltam igazgató, hanem a régészeti tárat vezettem tulajdonképpen. Régészeti vezető voltam, és nem mindig volt olyan kollégánk, aki tudott terepen mérni, vagy úgy dokumentálni, és sokszor meg én mentem ki akkor is a kollégák egy-egy ásatásra. Ez egy fehérvári ásatás volt, azt mondom, a Huszár utcában volt. És akkor én is kimentem, hogy ilyen munkásszerkóba, ott is meg lapátoltunk is, meg minden egyéb, és ugye dolgoztak nálunk hallgatók, régész hallgatók gyakorlaton. És hát tisztelt a kivételnek, meg általában nem is jellemző ezt azért hozzáteszem, van egy-kettő, aki azért kicsit fent hordja ugye az orrát, és akkor azt hitte, hogy van, én is ilyen munkás vagyok, és ilyen lekezelően beszélt ott, én nem fettem fel magam direkt, tehát hogy csináltam a kis munkámat, és akkor ugye mondták neki a végén, hogy tehát az a régészeti vezetőben. Na, onnantól kezdve, mint a kisangya, minden megcsinált. Több ilyen sztori is volt egyébként, tehát hogy szeretek kijárni terepet, sajnos most már igazgatóként egyre kevesebb ilyen lehetőség. Én most már pár hét egy évben, de az nagyon nagy felültülés. Ez jó, meg akkor inkognitóban le tudod csekkolni a dolgozókat. Igen. Feleségem is régész, és nagyon vicces, mert amikor felváltva jártunk így haza, hogy hol én mentem ilyen ásatási szerkóba, hol ő, és bocsánat, még egy gyorsat hozzáteszek, volt, amikor nem engedtek fel a buszra. Nem, tehát ilyen eset is volt. Hát köszönöm szépen a történeteket. Azt is köszönöm, hogy itt voltatok. Sajnos a műsoridőnknek vége, de nagyon örülök, hogy eljutottunk eddig, hogy tudtunk veletek beszélgetni. És hát nagyon sok sikert kívánok, még sok-sok új lendületet hozzatok a munkátokba, és hát sok-sok jó gyereket neveljetek ki az intézményben. Úgyhogy reméljük, hogy csak a jókat fogjuk hallani rólatok a jövőben. Sok sikert kívánok nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Köszönjük. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Ez volt a Nálatok Műzi. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.